Ha csak egyetlen egy dolgot kéne kiemelnem a legfőbb emberi mulasztások közül, akkor a fejemben három bűn vív áldász csatát ezért az elismerésért. Az egyik a lustaság, amely alapjában folytja meg a folyamatokat, a másik a hazugság, amely egy végtelen örvényként sodor el önmagattól, a harmadik pedig a figyelmetlenség, amely megfoszt a lehetőségek kihasználásától. Úgy gondolom, hogy ezek közül az egyik a figyelmetlenség ellentéte megszabadíthat akár a másik kettő hibától. Tapasztalataim szerint a figyelem kérdése egy képesség. Annyi mindenre kell figyelnünk az életben, és a hétköznapjaink tele vannak olyan akadályokkal, amelyek egyesek. Veszélyesek, mások nem annyira, de mégis fontosak ahhoz, hogy boldogan éljünk, vagy megértsük a másikat, hogy egyáltalán valamilyen harmóniát teremtsünk egymás között. Amikor nagyobb csoportos szemináriókat tartok, akkor ugyanarra a feladatra különböző módon reagálnak az emberek. Nem csak azért, mert másképp értik meg azt, amit mondok, hanem azért is, mert másképp figyelnek. Tulajdonképpen mindenki figyel, csak kiderül egy kérdés során, hogy mégsem. Egy dolog a koncentráció képessége, és a másik, hogy mennyi információt tudsz magadba fogadni, és azt hogy tudod feldolgozni. A feldolgozás már nem a figyelmességhez tartozik, viszont az, hogy a feldolgozáshoz milyen információra van szükséged, az már viszont ide tartozik, mert nem mindegy, hogy mit és hogyan hallgatsz meg, vagy mire figyelsz. A legtöbb ember figyelmének a kiinduló pontja a saját magad, tehát az, amit ő szeretne, amilyen eredményeket szeretne kinyerni abból a szituációból, az szerint fog figyelni. Tehát nem fogja az érdekelni, hogy a kapott információkból feldolgozott eredmény az mások számára jó lesz, vagy sem. Itt azért nagyon elgondolkozom azon, hogy ez csak képesség vagy valamilyen személyiségi jellemző is, ami befolyásolja azt, hogy hova fókuszálsz. Na de miért gondolom azt, hogy a figyelmetlenség bűn? Egyrészt nem veszed észre a lehetőségeket, mint ahogy mondtam, másképp nem veszed észre azt, és így nem is fogod fel, hogy mi az, amit mindenképp meg kell tegyél, akár magadért, akár másért. Ha csak egy élnél az életben, akkor is fontos az, hogy mennyire figyeled a környezetedet, hiszen a figyelmesség az, amelyik megvéd a különböző veszélyektől, de a figyelmesség az is, amely meghatározza, hogy boldog tudsz -e lenni a jövőben vagy sem. Ezen a hétvégén egy szűkebb csoportnak tartottam szemináriumot, nem kis elvárásokkal, saját magukkal szemben és felém is. Természetesen sikeresek és boldogok akarnak lenni, lehetőleg minél hamarabb. Nagyon ritkán tapasztaltam ilyen mértékű figyelmet, ami most pedig a mesterkurzuson kiemelkedően nagy a figyelem minden egyes modulban. A szemináriumon sokat tapasztalom azt, hogy az emberek figyelnek, és különböző módon, és az egyik ember figyelme egyszerűen nem alkalmas arra, hogy bármit befogadjon, bármit tanuljon az életből. A másik ember meg úgy figyel, hogy rengeteg lexikális tudáshoz jut, de nem igazán érti, hogy hogyan tudja azt használni. Az harmadik olyan pedig, mintha nem figyelne, de mégis ő az, aki a legjobb reakciókat fogja adni a feladatok közben, mert ő nem egy fókuszált figyelemmel van, hanem valamilyen atmoszférikus látásmóddal figyeli azt, ami történik körülötte. Tulajdonképpen magába szívja azt, ami a környezetben zajlik. Ez a 14 ember, aki itt volt ezen a hétvégén, olyan figyelemmel volt a céljaik, a vágyaik és az itteni programok iránt, amit én az elmúlt 30 évben nagyon ritkán tapasztaltam, és ilyen egységesen, hogy senki sem lógott ki, senki sem maradt le a másiktól, még nem volt rá példa, hogy tapasztalhattam volna. Annyiszor mondják, hogy a sikernek az alapja a szorgalom, a munka, a tanulás, és olyan kevésszer mondják azt, hogy a figyelem mennyire fontos abban, hogy sikeresek legyünk. Én nem annyira szeretem már a sikerszót, mert elcsépelték egyébként egy fontos szó, nap mint nap el kell érnünk sikereket, tehát nem a nagy sikerről beszélek, hanem azokról a letett eredményekről, amiben benne vagy egy folyamatban, és a folyamatot lezárod úgy, hogy előrébb jutottál, és ezt nevezzük sikernek. Tehát van egy karakterisztika, aminek van egy csúcspontja, és utána jöhet egy, jöhet egy megnyugvás. Tehát a sikerhez vezető út egy folyamat, és folyamatosan koncentrálnod kell arra, hogy ne kövessél le el hibát, legalábbis olyan mértékű hibát, ami megfoszt attól, hogy megkapd ezt az eredményt. Ehhez kell a figyelem. A figyelemnek a módja viszont nem mindegy. Koncentráltságnak hívjuk akkor, hogyha egyetlen egy dologra figyelünk, és van egy ilyen atmoszférikus figyelem, amikor úgy nagyjából mindenre figyelünk, és semmire sem igazából. Nem az egyik vagy a másik lesz jobb, hanem hol ez kell, hol az kell. Valamikor nagyon koncentrálnunk kell valamire, és valamikor el kell engedjük ezt a fókuszt, hátralépni egy kicsit, és messziről egy kicsit defókuszálatlanul az egészre rá kell tudjunk látni. Mert innen teljesen más információk fognak jönni. Amikor tanul az ember és lexikális tudást akar magába szívni, akkor fókuszál inkább. Amikor valamilyen képességre, tulajdonságra akarunk szert tenni, akkor viszont nem ez a fókuszálás kell, hanem a lehető legszélesebb skálában kell figyelnünk, lehetőleg mindent, ami csak körülöttünk történik. Attól függ, hogy ki lesz sikeresebb a tanulásban, hogy ki mennyire tud széles spektrumban. Figyelni, látni. Van az a hét bűn, az irítség, meg a lustaság, ami gyakorlatilag nem hét bűn, tehát a Biblia magyarázat szerint is ez egy félrefordítás vagy félreértelmezés, hanem a bűnökhöz vezető segítő viselkedés. Tehát gyakorlatilag olyan dolgokat sorolnak föl, amelyet ha csinálsz, abban az esetben te könnyen bűnbe fogsz esni, amely már igazából a főbűn lesz. A lustaság, a hazugság és a figyelmetlenség ugyanilyen források, amelyet ha csinálsz, akkor abban az esetben a fejlődésed ellen, vagy tulajdonképpen meggátolod azt, hogy sikereket tudjál elérni. Szerintem a lustaságot mindenki érti, hogy kéne valamit csinálni, tudatában van az, az, ember, hogy azt csinálni kéne, de nem teszi, mindig hoz valamilyen kifogás, vagy kifogás nélkül egyszerűen nem csinál semmit, Lusta. Tapasztalatban mondom azt, hogy a lustaság bizonyos fokát le lehet küzdeni. Az is igaz, hogy a szorgalomból nagyon könnyen vissza lehet esni a lustaságba, még akkor is, hogyha te soha életedben nem voltál az, viszont a körülmények el tudnak lustítani. A társadalmunk mostani berendezkedése és szokásai egyértelmű olyanok, hogy az embert ellustítják. Körülvesznek minket olyan eszközök és gépek, amelyek helyettünk elvégeznek bizonyos dolgokat, és a fennmaradó időt, amit megspórolnak nekünk ezek az eszközök, nem arra használjuk, hogy magunkat fejlesszük, hanem arra, hogy nem csinálunk semmit. A lustaság tehát nem csak a magánember, hanem a társadalom vagy az emberiségnek is a sikerességét fogja megakadályozni. A hazugság egy kicsit kilóg abból a hármasból, amit említettem. Míg a lustaság vagy a figyelmetlenség, az bizonyos állapothoz köthető, a hazugság viszont a te szándékodtól függ. Persze megfigyeltem olyan embert, akinek a hazugság olyan volt, mint a lélegzetvétel, egyszerűen, hogyha nem hazudott, akkor nem tudott működni, de biztos vagyok benne, hogy vannak okai annak, hogy miért hazudik, ezt nagyon régen teszi, már megszokta, tehát a lételemlet, az, hogy ő hazudik. Ezekre az emberekre én nem nagyon tudtam hatni, vagy ha hatottam olyan szempontból, hogy legyen közöttünk egy olyan viszony, amelyik elviselhető és működik, ezen felül ők továbbra is hazudtak, vagy nekem, vagy másoknak, csak engem nem érdekelt, mert tudom, hogy mit hazudik, ezért amikor hazudik, tudom, mi az igazság, ezért olyan nekem, mintha nem hazudna. Neki ettől függetlenül mindenképpen rossz, mert hazudik, így nem éri a valós világot, megfosztja magát attól, hogy lássa azt, hogy mi valóság és mi nem. Minden hazug ember, vagy olyan ember, aki csak egyszer is hazudott, az belekerül egy olyan örvénybe, hogy onnan nem szabadul, onnantól kezdve a hazugságára kell támaszkodjon. Ha csak egyszer hazudtál, még nem olyan nagy gond, viszont hogyha állandóan hazudsz, már nem emlékszel arra, hogy mi valós és mi nem, és nagyon felháborodsz akkor, amikor valaki szembeállít téged az igazsággal. Ez persze a hazugoknak mondtam, nem azoknak, akik nem hazudnak. A hazugság azért probléma a fejlődésben, mert előbb-utóbb már nincs a két lábad az igazságon vagy a valóságon, tehát minden olyan dolog, amiben előrelépsz, az valahol lebeg a levegőben, és előbb-utóbb ebből zuhanás lesz. A hazugság viszont nem gátolja meg, hogy sikeres legyen. Nagyon sok sikeres ember a hazugságon keresztül lett sikeres, de ez ettől függetlenül rossz a személynek. A figyelmetlenség viszont az, amivel a legtöbbször találkozok, mint akadályozó tényező. A legjobb állapotban is, Előjöhet a figyelmetlenség, akkor is, ha valaki szorgalmas, akkor is, ha valaki nagyon igaz, ha minden nagyon jó tulajdonsággal rendelkezik, és éppen egy időben egy helyen ezt fel is mutatja, de egy pillanatra a figyelme lankad, abban a pillanatban megszűnhet egy olyan folyamat, Amire viszont nagyon nagy szükségünk lenne. A legnagyobb hangsúlyt ezért a képzésekben a figyelmességre fordítom. Olyan egyszerű feladatokat adok a többieknek, amelyekhez nagyon nagy szükség van a figyelemre. Akkor is, ha egyszerű a feladat, akkor is nagy figyelem kell hozzá. A mai nap a szeminaristák a figyelmen keresztül eszembe juttatták ezt a három dolgot. A napi koncentrációmban egyébként benne van az, hogy semmiképpen ne legyek lusta bármilyen kérdésről van szó, mindenképpen figyelmes legyek a lehetőségre és a feladatokra is, a hazugságot pedig egyszerűen értelmetlennek és feszélyesnek tartom.